2018-ban emelkedést mutat a felsőoktatási szakképzésekre történt jelentkezések száma. Az összes elsőhelyes jelentkezésnek mintegy 74%-át teszi ki az alapképzésre történt jelentkezések száma, 21% az osztatlan és mesterképzések, és 5% a felsőoktatási szakképzések aránya. A Nyíregyházi Egyetem idén is úgy állította össze képzési kínálatát, hogy az megfeleljen a térség igényeinek és a piaci elvárásoknak is. Ezért régi új szakként idén is akkreditálta a szlavisztika alapképzés ukrán szakirányát. A jelentkezői létszám az országban a legmagasabb erre a szakra. Ez a 23-as szám, amit most kimondok, némileg kevésnek tűnhet, de ha tudjuk, hogy az ukrán szakirány, ez egy kis szak, úgynevezett kis szak, és régebben is 4-5 fő jelentkezése volt jellemző, ez a 23-as szám azt hiszem nagyon meggyőző, hogy ez egy hiány szak ezen a területen, vagy ebben a térségben, tehát a Nyíregyházi Egyetem jól döntött, amikor akkreditálta ezt a szakot. Első alkalommal hirdették meg a közgazdász tanárszakot, amelyet a januári pótkötetben tüntettek fel. Erre a szakmai tanárszakra 30 fő jelentkezett. A tájékoztatóban már nem került be, de a Nyíregyházi Egyetem szociálpedagógiai mesterszakot is indít. Az akkreditációs eljárás elhúzódása miatt erre csak augusztusban lehet majd jelentkezni a pótfelvételi eljárás során. Az egyetem átvizsgálta azokat a szakokat, amelyekre az elmúlt években bár volt jelentkezés, de olyan kevés hallgatót tudtunk volna fölvenni, hogy nem tudtuk beindítani a szakot. Hogy ne legyen megint sok NI jelzés, vagyis nem indul jelzés a felvételi tájékoztatóban, illetve hát majd a vonalhúzásnál, ezért ezeket a szakokat most nem indítottuk. Helyette próbáltunk olyanokat keresni, amelyekre viszont stabilan tudunk számítani, és tudjuk indítani is a hallgatók számára. Ilyen volt a nemzetközi tanulmányok, a pedagógia és a környezettan. Azonban emelkedés volt tapasztalható a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon, amit idén 156-an jelöltek meg első helyen a Nyíregyházi Egyetemen. Továbbra is népszerűek a programtervező, informatikus és sportszervező alapképzési szakok. Az idei évben ugrásszerű emelkedést mutatnak a mérnöki terület jelentkezési számai. Mintegy 40%-kal nőtt a gépészmérnöki alapképzési szakra és a mezőgazdasági mérnöki szakra történt jelentkezések száma. De nagyon pozitív változást mutat a közlekedésmérnöki és járműmérnöki, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki létszám is. Összességében 30%-kal nagyobb a műszaki és mezőgazdasági mérnöki alapszakok iránti érdeklődés.